Az Európai Parlament elfogadta a sajtószabadság védelméről szóló első uniós jogszabályt, a médiaszabadságról szóló törvényt. Ennek a törvénynek az a célja, hogy megvédje a hírkészítőket a politikai nyomástól, az oligarcháktól, valamint megakadályozza a kémprogramok újságírók elleni használatát. Az új törvényjavaslat miatt minden médiumnak nyilvánossága kell hoznia a tulajdonosokra vonatkozó adatokat, és az EU vizsgálni fogja az állami reklámköltések igazságos elosztását is. Diana Riba, zöldpárti képviselő elmondta, hogy ezzel a szabályozással azt akarják, hogy az állampolgárok közvetlenül hozzáférhessenek ahhoz az információhoz, hogy ki tájékoztatja őket, ki a tulajdonosa az adott kommunikációs eszköznek, amiről jelenleg tudjuk, hogy ez sokszor nagyon titkolt kérdés. Másrészt fontos az összefonódások kérdése, hogy megvalósuljon a szerkesztői függetlenség, mert ez egy olyan szabályozás, ami az újságírók védelmét és egyben a sajtószabadság és a szerkesztői függetlenség védelmét is célozza. A média szabadságról szóló törvényt az Európai Bizottság alelnöke Vera Jourová javasolta elsősorban az elmúlt években Magyarországon és Lengyelországban tapasztalható torzulások miatt. Magyarországon például az EU bírálta a kormány befolyását a nemzeti műsorszolgáltatókra és a sok csatorna közös irányítás alá helyezését. A magyar kormánypárti képviselők most közvetlen fenyegetésnek látják a törvényt. Az unió szabályozás célja, hogy csak Brüsszel hangja szólhasson a tagállami nyilvánosságban, hogy elnyomják a nemzeti és keresztény konzervatív véleményeket, értékeket. Az Európai Bizottság elutasította ezeket az állításokat, mondván, hogy a törvény nem korlátozza a szólásszabadságot. Ezen kívül megakadályozza, hogy a nagy online platformok is töröljék vagy korlátozzák a független médiatartalmakat.